Az a hármas háttérintézmény rendszer, ami létrejött, az gyakorlatilag a régi hitából, a hipából áll most, ez a Magyar Befektetési Ügynökség. Ők azok, akik elsősorban azzal foglalkoznak, hogy a nagy befektetők megtalálják Magyarországot, ide jöjjenek, egy csábító ajánlatot tudjunk adni ezeknek a nagy befektetőknek. Nagyon éles harc folyik a befektetésekért. Mi leggyakrabban ugye a közép-kelet-európai relációban küzdünk a szlovák, lengyel, cseh célpontokkal. Nagyon sokszor nyerünk, néha vesztünk, de tudomásul kell venni, hogy ez egy nagyon komoly harc. Szerencsére Magyarország a földrajzi elhelyezkedése miatt abból kifolyólag, hogy nagyon jó most már az infrastruktúránk, jó az autópálya rendszerünk. A négy nagy európai autópálya forgalmi útból a tízből négy megy keresztül Magyarországon. Az egyik legsűrűbb és legjobb állapotú vasúti rendszerrel rendelkezünk. Ki kell használni a lehetőséget. Van ugye vízi útvonalunk, még ha tengeri kapcsolatunk nincs is. Az, hogy itt van Koper Szlovéniában, ami csupán néhány órányira van innen, vagy akár a konstanciai kikötőt, vagy az Északi-tengerre kikötőjét is egy-két nap alatt maximum el lehet érni, ez egy nagyon nagy dolog. És erre igenis odafigyelnek a nagy befektetők és az integrátor cégek. Tehát egyrészt egy kedvező csomagot próbálnak bemutatni a hipában ezeknek a nagyvállalatoknak, egy egyablakos módszer segítségével, úgyhogy egy ügyintéző, egy telefonszámmal, egy névvel, egy e-mail címmel végig tudja kísérni a nagyvállalatot, attól kezdve, hogy érdeklődik, bemutatunk egy jó csomagot Magyarországról, megnézik azt, hogy milyen greenfield vagy brownfield területet tudunk nekik találni, ki lesznek a beszállítók, milyen állami segítséget tudnak adni, milyen Európai Uniós pénzekhez lehet hozzájutni, akár egyedi kormánydöntésben milyen lehetőségek vannak. Ezeket mind-mind végig sakkozzák a nagybefektetőkkel, és utána ugye a képzett munkaerőnek a megtalálása, az egyetemekkel, szakiskolákkal való kapcsolatfelvétel, a 3-5 évre való előre gondolkodással mindegyikkel foglalkozik a HIPA, és nem kell egy nagy befektetőnek végig lobbiznia 5-6 minisztériumot, hanem egy helyen megkap gyakorlatilag minden szolgáltatást, amit tud adni az állam, nyilván az Európai Uniós keretek között. Ezt egy helyen most megkapják, és ez egy nagyon nagy dolog, majd néhány sikert mutatok ezzel kapcsolatban. A kereskedőházak a másik rendszer, amit kialakítottunk, ugye már több mint 2 éve működnek a kereskedőházak, tavaly évvégén már 25 volt ezekből. A kereskedőházaknak a feladata kettős, egyrészt felmérik azokat a vállalatokat, akik versenyképes, nemzetközileg versenyképes áruval, szolgáltatással, technológiával rendelkeznek, és ebből egy katalógust, egy adatbázist hoznak létre. Több mint 3000 ilyen cég van már egyébként a kereskedőházaknak az adatbázisában. Mi szeretnénk azt, hogy ennél jóval több legyen, szeretnénk 10-12 ezerre feldúsítani ezeknek a vállalatoknak a számát, amit utána egyrészt a kereskedőházakon keresztül, másrészt a külképviselteken keresztül tudunk promotálni. Persze nem lehet minden céget promotálni, tehát egyszerre nem mehetünk oda 3000 cégnek az ajánlatával, ezért nagyon fontos az, hogy tényleg különleges legyen, nagyon jó minőségű legyen ez a termék, és olyan termék legyen, amire van fizetőképes kereslet. És ezért fontos a helyi tudás, ezért fontos az, hogy a külképviseleteink és a kereskedőházak meg tudják mondani azt, hogy melyik országban, melyik relációban érdemes megjelenni, akár egy új prezentációfajtával, akár egy új szoftverrel, akár a paradicsommal, a paprikával, vagy egy borkészítési technológiával, és sorolhatnám még. Itt néhány példát szeretnék megmutatni, hogy ez 2014-ben milyen sikeres volt egy-egy relációban a magyar export. Kínába több mint 7%-kal nőtt az exportunk tavaly, Németország, ami ugye a kulcs figura a magyar export sikere szempontjából, több mint 10%-kal nőtt az exportunk, az USA-ban 20%-kal. Összességében 6% fölött nőtt az exportunk, és ez egy nagyon jó eredménynek számít az Európai Unión belül is, és bízom abban, hogy töretlen lesz ez a növekedés jövőre is. Az harmadik lába a magyar külgazdaság és külügyminisztériumnak az az Exim Bank, ez itt a logója. Az Exim Bank azért különleges, mert most jelenleg a külgazdaság és külügyminisztérium fennhatósága alá tartozik ez a bank. Nagyon kevés európai ország mondhatja magáról, hogy van egy olyan külügyminisztériuma, ami saját bankkal rendelkezik. Azért fontos ez, mert a bank
olyan finanszírozási lehetőségeket tud nyújtani önöknek, és nagyvállalatoknak is, és beruházóknak is, ami kifejezetten az előbb leírt külgazdasági célokat támasztja alá. Tehát, hogyha magyar árunak tudunk export lehetőséget létrehozni, ha magyar munkahelyeket tudunk létrehozni a beruházásokkal, vagy több olyan beruházást tudunk idehozni, ami munkahelyeket hoz létre, azt az Exim finanszírozni fogja, nyilván, hogyha az egy értelmes projekt. És hát öröm azt elmondani számunkra, hogy gyakorlatilag 1 milliárd eurónyi hitelkihelyezés történt csak az elmúlt évben. Ennek a GDP hatása is már szabad szemmel látható, és hát tavaly már az Exim újkori munkásságában az elmúlt 2 évben már 500 sikeres projektet tudtak befejezni. És ez egy nagyon szépen növekvő szám. Ígértem azt, hogy a HIPA-nak is néhány eredményét bemutatom. A HIPA tavaly, ez a befektetési ügynökség, tavaly 60 sikeres projektet hajtott végre, ezzel gyakorlatilag a magyar GDP 1,6%-át tudta létrehozni ezekkel a beruházásokkal, ez egy fantasztikus eredmény. Nyilván a járműiparban kiemelkedően erősek vagyunk, a befektetéseknek több mint fele a járműiparban történt, de a megújuló energiaszektorban, vegyiparban, a szolgáltatási szektorban is nagyon jó eredményekkel rendelkeztek, és több mint 11 ezer munkahely jött létre csak ezzel a 60 projekttel, amit tavaly a HIPA menedzselt, és ami számomra külön öröm, az az, hogy 62%-ról 66%-ra tudtuk növelni a magyar beszállítók arányát ezeknél az integrátor cégeknél. Tehát ha nem is tud minden kis- és középvállalkozó Magyarországon exportra termelni közvetlenül, de közvetve a nagy integrátor cégeken keresztül igen. És ezért fontos az, hogy az évek alatt kialakuljon egy olyan beszállító rendszeres struktúrája a nagy multinacionális vállalatoknak, mert minél magasabb szinten tudunk beszállítani ezekhez a nagyvállalatokhoz, annál több tudás, tapasztalat, minőségbiztosítás, munkahely lesz, akik aztán majd önállóan is el tudnak kezdeni exportálni. Tehát tudomásul kell venni, hogyha valaki beszállítójává válik mondjuk a Volkswagennek, a Mercedesnek, az Audinak, lehet, hogy hosszú éveknek lesz a munkája az, hogy egy olyan portfólióval rendelkezzen, ami utána majd más nagy autóipari cégeknek is érdekes lehet, de akkor már megvan a referencia és megvan a lehetőség annak, hogy akkor a többi Magyarország integrátor cégnek is beszállítson, illetve az, hogy utána önállóan exportáljon majd, és olyan cégeknek, akik nincsenek is itt jelen gyártókapacitással Magyarországon, nekik is utána szállítani tudjon termékeket. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, és ezen a táplálékláncon való fellépegetés, ez látszik, és azok a cégek, akik igenis a minőségbiztosításra odafigyelnek, a kreativitásra odafigyelnek, és jó árukat tudnak előállítani, azok gyakorlatilag sikerre vannak ítélve is, és tucatnyi példát tudnék mondani, hogy ez működik az élő gyakorlatban is. Gyakorlatilag ez a szinergista új rendszer, ugye a befektetési ügynökséggel, a kerházakkal, illetve az Exim Banknak a segítségével a jelenlegi külgazdasági, külügyi struktúra, a külgazdasági attasék jelenléte és azok a nagykövetek, akik gyakorlatilag külgazdasági feladatokkal lettek ellátva, ők mind-mind segíteni tudnak nekünk és önöknek abban, hogy felmérjük azt, hogy melyik országban mire lehet szükség. Hogyha önöknek van egy árukészlete, akkor igenis érdemes elmenni a kerházba, érdemes elmenni akár a HIPA-hoz, és megkérdezni, hogy na hol lehet érdekes ez a termék. Oké, hogy Magyarországon sikeres tudok lenni, de ez a piac limitált. Hogyan tudnék tovább lépni? És erre nagyon nyitott a rendszer, és mi azon dolgozunk, hogy önök minél többet tudjanak találkozni ezzel a struktúrával és ezekkel a lehetőségekkel. Az Exim Banknak nem kell profitot csinálni, az Exim Banknak jó hiteleket kell kihelyezni. Tehát, hogyha önöknek jó ötletük van, jó projektjük van, de akár még ha csak alakulóban van is egy ötlet, beszéljenek a HIPA-val, beszéljenek a kerházzal, és hogyha egy projekt már körvonalazódott, el kell menni az Exim Bankba. Nem kell feltétlenül az Exim Bankhoz ragaszkodni egyébként, mert az Exim 22 kereskedelmi bankkal van Magyarországon kapcsolatban, és hogyha önök azt mondják, hogy igen, ám de én az Erste-vel vagy az OTP-vel akarok együtt dolgozni, akkor ez megoldható. Az Exim abban tud segíteni az önök bankjának, hogy nagyon-nagyon alacsony kamattal tudjon eurós hiteleket adni, és a
példaképpen mondanám csak, hogy a tavalyi átlagos euróhitel, amit kiadott az Exim Bank, az olyan 1,8-1,9%-os kamattal történt. Tehát nem a régi 10-20%-os kamatokban gondolkodjanak. Igenis, ennek van gazdaságélénkítő hatása, és elmondhatom azt, hogy útjaim során látom, hogy ennél jobbat egy német, egy osztrák, egy francia vállalkozó sem kap. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon kedvezményes gazdaságélénkítő dolognak tűnik. Éljenek vele, és hogyha esetleg elvesznének, azért jó az integrált struktúra, az, hogy minden külgazdasági aktivitása a kormány részéről most a külgazdasági és külügyminisztérium keretein belül történik. Mindenki ugyanoda fogja önöket irányítani, jó? Tehát akár melyik háttérintézményt, vagy akár a minisztériumot találják meg, ugyanazt a választ fogják kapni, és ugyanahhoz fogják önöket irányítani. Soha ilyen lehetőségünk nem volt, ez egy történelmi lehetőség. Kérem, hogy éljenek vele, mert ez mindannyiunknak a sikere, hogy a sikerének a záloga, hogy az önök vállalkozásai azok tudjanak exportálni, minél több munkahelyet tudjanak létrehozni, minél több érdekes, szexi, jó termékkel, szolgáltatással tudjunk előállni, amire aztán a világnak szüksége lesz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.